lesznek a PET palackok a szerbiai üzletekben. A Bácskosútfalvi 9 plusz egy művésztelep egy sikeres évet tudhat maga mögött. A TRC labdarúgói javában készülnek a tavaszi folytatásra. A hétvégén akár 14 fokot is mérhetünk majd napközben. Köszöntöm a kedves nézőket, Önök február 1-i híradónkat látják. Eredményes és mozgalmas évet tudhat maga mögött a Pacséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2018-ban is számos tűzeset során, illetve más katasztrófa helyzetben kellett reagálniuk. Nagy Róberttel, a Pacséri Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökével beszélgetünk, és hát nyilván, ahogyan a többi településen, úgy Pacséron is nagy hagyománya van az önkéntes tűzoltóskodásnak. Igen, hát valószínűleg ott az 1880-as években már megalakult, habár nem találtunk írásos nyomát neki. Amink veszük az 1907-et, mert az ászlóra a mi elődeink azt tették rá, most azért mondom, hogy vannak itten újságcikkek is, hogy 906-ban Topolyán nagy tűz volt, és a pacsériak is a többiek közt részt vettek, akkor ezek szerint léteztek. Ami a mögöttünk álló évet illeti, mit tudunk erről elmondani? Csökkent, vagy esetleg netán szaporodott a tűzesetek száma? Sokszor kellett kiszállni terepre, beavatkozni? A tűzesetek nem volt olyan sok, de volt más bevetés, mivel mint ugye műszaki mentést is csinálunk. Most az tavalyi évben azért nem volt olyan sok, ugye nem is voltak akkora viharok, nem is voltak hófúvások, de hát volt olyan év, amikor ugye mentünk háztetőről is, ilyen idős, egyedül élő személyek, főleg asszonyoknál háztetőről lepucolni a havat, mentünk autókat menteni Szabadka felé, ugye amikor voltak árvízbe is mentünk, meg a fákat, kidűtött gajakat letört a vihar, akkor azokat vágtuk le, húztuk le az utakról. Kocsi szerencsétlenség se nem volt, ugye mint előző években, úgyhogy kevesebb, azt hiszem 16 bevetésünk volt a tavalyi évben. Mit tudunk elmondani a tag létszámról, és vannak-e közöttük fiatalok? Ezt sajnos nem tudjuk elmondani, hanem ennek az ellentétét. A vonulós tagok közül, szóval akik levizsgáztak, hogy bírnak menni bevetésre is vonulni, hát minden két hónapban egy elmegy külföldre, sokan családostul, úgyhogy kevesen vannak. Új tagok se, én nem tudom, a mostani fiatalok annyira nem érdekeltek abba, látszik nem fogják föl mi az, hanem csak a számítógépeket, úgyhogy sajnos kevesebb tagunk van. Mit kértek és mit kaptak az idén önkormányzattól segítségül? Mink, amit kértünk itt a felszerelésekre, ilyen manzsetta, ami a tömlőfoltozásra szükséges, kértünk csákját, teleszkópot, az nincs, ilyen hátikának nevezett ugye magyarul, ilyen puttonfecskendő féleség az, azt kértünk, valószínűleg meg is kaptuk. A szerbiai Környezetvédelmi Minisztérium az év végéig meghozza azt a döntést, amellyel lehetővé teszi a szerbiai fogyasztóknak, hogy anyagi juttatás ellenében visszaválthassák a műanyag csomagolást az üzletekben. Arról még egyelőre nem döntöttek, hogy a kereskedő a vásárlónak meghatározott összeget ad majd vissza, vagy pedig más módon téríti meg a PET palackok visszaváltását. Goran Trivan környezetvédelmi miniszter a tannyugnak nyilatkozva elmondta, az év végéig meghozzák azt a döntést, amellyel bevezetik a PET palackok visszaváltásának általános rendszerét. A Bácskosútfalvi 9 plusz 1 művésztelep egy sikeres évet tudhat maga mögött. Híradónk vendége a művésztelep vezetője, Forró Krisztián. Tavalyi évben 40 éves jubileumát ünnepelte a 9 plusz 1 nemzetközi művésztelep. Elég sok rendezvényt és nagyszabású programot tudtunk létrehozni. Májusban megtartottuk a hagyományos táborunkat, ami igazából a 40 évnek emléket ad.
23 jelenlévő művésszel tartottuk meg a tábort, így sikerült kibővíteni a 16-17 helyett, egy kicsit így nagyobbra sikerült, és 6 napos tábor volt, sok résztvevővel, az alapítók mellett baráti társaság és olyan művészek jöttek el, akik a 40 év alatt többször látogattak el a művésztelepre. Ezen kívül júliusi mesterműhelyünk létrejött, és ez is egy sikeres tábor volt. Utcai Dávid volt a táborvezető, egy jó témát választott palimpszest témával, és itt is 17 résztvevő művész volt, melyet a tábort igazából egy kiállítással, egy rögtönzött kiállítással zártunk, ahol jó nézettségnek örvendett igazából a kiállítás. Utána egy nagyszabású kiállítást készítettünk el a jubileum emlékére az októberi hónapban, amire egy kiadványt is létrehoztunk. Ez a kiállítás 150 művésztől 150 képet állítottunk ki, és ebből készült egy kiadvány, egy színes, 100 oldalas katalógus igazából, ami bemutatja azt a 150 művészt és képeit, amit igazából kiválogattunk még az év elején. Zsáki művész úr segített a válogatásban. Kiállítás is jól sikerült, több száz vendégünk is volt, ott voltak az alapítók, itt igazából az alapítókat is sikerült egy kicsit megvendégelni és megjutalmazni egy-egy emlékplakettel, és ezen kívül ugye az évben mindenkinek a munkásságában vannak támogatók, amiket vagy akiket ugye érdemes megemlíteni. Így a köszönettel tartozunk a helyi közösségnek, Topolyai önkormányzatának, tartományi titkárságnak, a kulturális, illetve a kisebbségi titkárságnak, a Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhetően jött létre a nagy kiállításunk, a jubileumi kiállításunk, illetve a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-nek nagy köszönettel tartozunk, hiszen nem csak a programokat támogatták, hanem eszközbeszerzésre is jutott támogatás, így igazából a művésztelepnek a digitalizációját próbáltuk egy kicsit fejleszteni, így sikerült a meglévő fényképezőgéphez objektívet, blitzet venni, és egy asztallal is gazdagodott igazából a művésztelep leltára. Február 9-én szombaton a Topolyai Gazdakör hagyományos disznótorost szervez a vásártéri otthonban. A vendégeket 9-től 12 óráig várják egy disznótoros reggelire. Február 1-én pénteken 12 óra 30 perctől Balassa Emese előadását hallgathatják meg a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban az érdeklődők. Az előadás témája a mobil alkalmazások és webes felületek alkalmazása a tanulási és tanítási folyamatokban. Február 4-én két időpontban 15 óra 30 perctől és 19 órától az Újvidéki Színház Mark Twain Tom Sawyer kalandjai című előadását tekintheti meg a topolyai közönség a színházban. Az előadást 6-tól 96 éves korig mindenkinek ajánlják, a belépő diákok részére 150 dinár, felnőttek számára 300 dinár. Helyeket lehet foglalni a Művelődési Ház irodájában személyesen, vagy a 024-713-515-ös telefonszámon. Február 9-én szombaton 10. alkalommal tart a Topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ hagyományos jelmezes farsangi táncházat. 18 órától a gyermektáncház, 19.30-től ifjúsági táncház, 21 órától pedig felnőtt táncház veszi majd kezdetét. A Csalóka és a Fokos zenekar szolgáltatja a talpalávalót. A belépés ingyenes, minden résztvevőnek még fánkkal is kedveskednek majd a szervezők.
Február 9-én szombaton 16-tól 18 óráig a Farsangi egyében tartanak kézműves játszóházat gyermekek számára. A foglalkozást Budai Sinkovics Margit vezeti a Művelődési Ház kiállító termében. Előzetes jelentkezés szükséges, jelentkezni lehet február 8-án 10 óráig a Művelődési Ház irodájában személyesen, vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. A részvételi díj 150 dinár, illetve mindenkinek tolltartót kell magával vinnie. Február 2-án szombaton 10 órától Mifán terem az Orvostudomány címmel játékos előadást tartanak 8-tól 12 éves gyermekek számára a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtár olvasó termében. Az előadást dr. Verép Helga tartja, a részvétel ingyenes, mindenkinek plüssmacit kell magával vinnie, aki majd tulajdonképpen a páciens szerepét tölti be. Jelentkezni lehet a 711 725-ös telefonszámon, illetve a könyvtár Facebook oldalán. 4 hónapig tartó szerb nyelvtanfolyam indul a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban iskoláskor előtti gyermekek és általános iskolák alsós tagozatos tanulói részére. Az iskoláskor előttieknek keddenként 17 óra 15-től, az első és második osztályosoknak keddenként 18 órától, a harmadik és negyedik osztályosoknak pedig szerdánként 18 órától tartják a foglalkozást. A tanfolyam február 5-én, illetve február 6-án kezdődik, az ára pedig mindössze 500 dinár havonta. Jelentkezni lehet a könyvtárban személyesen, a könyvtár Facebook oldalán, vagy a 711 725-ös telefonszámon. A Topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ és az Aurora Beszédművészeti Nyelvművelő és Irodalmi Műhely 19. alkalommal hirdeti meg a Bálint napi irodalmi és képzőművészeti pályázatát a Topolya község területén lévő általános és középiskolás tanulók részére. Az irodalmi pályázat az Adi évforduló jegyében zajlik, ezért címeket, idézeteket javasolnak Adi Endre szerelmes verseiből. Az irodalmi pályázaton az általános iskola 5. osztályától a középiskola 4. osztályáig vehetnek részt a tanulók, a képzőművészeti pályázaton pedig az alsós tanulók vehetnek részt. Feladatuk egy népmese illusztrációja. A fogalmazásokat és a képzőművészeti alkotásokat a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központba a 24.300 Topolya a Vukkaradzsics utca 1-es számra kell el küldeni legkésőbb február 8-áig. Bővebb tájékoztatás, illetve további információ a 711 554-es telefonszámon, illetve a 064 246 46 79-es mobilszámon kapható. Az ünnepélyes díjkiosztóra február 15-én 18 órától kerül majd sor a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ épületében. Február 23-án szombaton 18 órától tartják a 26. sportbált Bajsán, mert Batyubál is lesz egyben. A Bajsai Tűzoltó Otthon nagy termében a Meloditon együttes muzsikál majd, de játékkal és tombolával is készülnek a szervezők. Az áramelosztó topolyai részlegének értesítése szerint a hálózaton végzendő javítási munkálatok miatt február 6-án szerdán 9-től 10 óráig áramszünet várható Tornyoson a Nagysor utca déli részén. Ugyanezen a napon 11-től 12 óráig Topolyán is kikapcsolásra számíthatnak a polgárok a Pajzs utcában a Becsei út felőli részen. 12.40-től 14 óráig pedig a Jó Lajos és a Nasser utcában számíthatnak áramszünetre a topolyai polgárok. A TRC felnőtt labdarúgó csapata elutazott Antaljába a téli felkészülés második szakaszára, amely január 28-ától február 11-éig tart. 4 felkészülési mérkőzés vár a fiúkra Törökországban, ahol szeretnék elérni a megfelelő formát a tavaszi rajtra. A TRC ifi csapatából 2 is csatlakoztak a különítményhez, Kudrics és Cetina, valamint a Bajsa ifjú kapuvédője Damjanovics is elutazott. Megkezdjük ma a felkészülést 2 új játékossal,
Erszán Rócsonyil, aki a Metálaszból jött, és Nenad Lukicsal, aki az Indiából jött. Két erősítés, két támadójátékos. Eddig a klubot csak a Csordasics hatta el, de a továbbiakban majd még lesz olyan játékos, aki el fogja hagyni a klubot, de arról majd később fogunk beszélni a felkészülés ideje alatt. Öt hetünk van a bajnokság kezdeté is, szóval nincs sok idő, két hetet itt dolgozunk majd Topolyán, utána 28-án pedig elmegyünk Törökországba szintén két hétre, utána meg már 27-én kezdődik, 11-én februárról jövünk vissza a Törökországból, és akkor marad még nem egész két hét, hogy felkészüljünk az első mérkőzésre a Trajál ellen Zentán. Hát egy elég izgalmas, egy nagyon jó félszezont zártunk, én úgy gondolom. Tényleg a csapat úgy teljesített, ahogy azt mondom, hogy a vége felé úgy jöttek az eredmények, és a tabellán is mutatjáink, hogy jól állunk, és úgy tudtunk elmenni szünetre, hogy tudjuk, ha visszajövünk, akkor egy olyan pozícióba várjuk a bajnokságot, ami hogyha ugyanezt folytatjuk tovább, akkor nagyon szép tavaszunk lehet. Úgyhogy szerintem mindenki boldogan ment szünetre, és szerintem kipihentem, mindenki várja most a tavaszt, hogy egy nagyon szép tavasz csináljunk. Tu sam igra, sam u futbolskom klubu Indija, znam i svoju ekipu TSC-a koja je izvanredna, znam i ligu, tako da sam sigurno ubeđen da ćemo u narednom periodu pre svega se dobro pripremiti, a posle toga izboriti cilj ekipe, cilj kluba, a to je svakako ulazak u više ranga. A Indija je isto tamo na vrhu tabele? Pa dobro, da, i Indija je zaista isto je također jedan veoma dobro organizovan klub, ali mislim da sam trenutno došao u jedan od najboljih organizovanih klubova u zemlji, ne u ovoj ligi, nego trenutno u zemlji, tako da sam sigurno počastan što ću biti deo TSC-a. Još te ne možemo pitati kako je igrati za TSC, ali možemo te pitati kako je igrati protiv TSC-a. Pa dobro, sigurno teško, pošto je sastavljena ekipa od odličnih individualaca gde ima sjajnu kvaliteta, tako da sam svakako sada srećni što ću igrati sa njima nego protiv njih. Az a cél, hogy feljussunk a Superligába, az ősznek a második része azt mutatja, hogy igen, van egy jó csapatunk, aki jól tud játszani eredményesen, és ezt szeretnénk folytatni tavasszal is, és tényleg mindent megteszünk, hogy feljussunk a legmagasabb osztályba. A igra je bila stvarno dobra i tim se uklopio sa novim igračima i mislim da jedva čekamo nastavak. Mi nismo ni hteli iskreno da se prekida kako smo imali seriju na kraju, ali tako je i idemo dalje. Február 2-án szombaton nyílt napot szerveznek a TSC Labdarúgó Akadémián. Ezen a napon minden érdeklődő megtekintheti majd az épület komplexumot. 10 órától magyar nyelvű, 11:30-tól pedig szerb nyelvű túrát indítanak. Híradónk végén az időjárásról. Szombaton az élénk, erős, déli-délkeleti szélben tovább enyhül majd az idő, fagymentes lesz a legtöbb helyen már a reggel is, délután pedig akár 8 és 14 fok közötti értékeket is mérhetünk. Viszont sok lesz a felhő felettünk, ezért helyenként akár kisebb mennyiségű csapadékra, többnyire esőre lehet számítani. Az enyhülés folytatódik vasárnap is, ezen a napon is fagymentes lesz a reggel, és napközben a legmagasabb nappali hőmérséklet a 14-15 fokot is elérheti majd. Kedves nézőink, önök február 1-jei híradónkat látták. Nem maradt más hátra, mint hogy valamennyi munkatársam nevében megköszönjem az önök megtisztelő figyelmét. További jó tévézést kívánok önöknek a viszontlátásra!